Sziasztok srácok! Tegnap, hogyha néztetek a streamet, akkor emlékeztetek rá, hogy említettem egy AMX 30-as visszajátszást. Úgyhogy mivel láttam, hogy nagyon sokan szeretnétek valami magyar videót is, gondoltam, most megmutatom ezt. Szerintem eléggé tanulságos lesz igaziból. Csinálok egy csomó hibát, de összességében egy nagyon jó meccs, és végre meg lesz a tankászom ezzel a tankkal. Úgyhogy kezdjük is el. Hívni. Szóval a lényeg az egésznek az, hogy mi védekezünk, ahogy látjátok. És összesen egy darab TD van a csapatban, na most alap esetben nem állnék ide. Várjátok egy picit, ez jó, hogy átállítom így. Tehát alap esetben nem állnék ide, mert hogy ez inkább egy TD pozíció, a legtöbb esetben fölmennék a dombra. Viszont mivel nincs TD-nk, ezért úgy gondoltam, hogy valakinek szupportolnia kell itt a csapatot. Úgyhogy az első dolog, amit szeretnék megcsinálni az, hogy ezt az RU251-es nagyon gyorsan ki kéne kapcsolni. Ez egész jó kis lövés volt. És kockáztatom azt, hogy kimegyek itt, bár nem túl nagy kockázat, és megpróbálom még egyszer elkapni. És nem elég, hogy lesebzem, hanem még sikerült le is szednem a láncát, kikapcsoljuk, és ez az ellenfél elvesztette a scoutját. Ez nagyon-nagyon fontos. Na most itt bejöttem ide, mert féltem, hogy az RT esetleg ide lő, és aztán rájöttem, hogy ez nem a legjobb pozíció, úgyhogy beálltam gyorsan a szikla mögé. Mert hogyha ott középen álltuk, akkor bizonyos RT-k úgy vettem észre, hogy be tudnak oda lőni, bár bevallom, én nem játszok RT-val, szóval igaziból fogalmam nincs, hogy pontosan hova tudnak lőni, de tapasztalatom szerint ide bárhova. De megúsztuk a dolgot. Tehát a scout ki van kapcsolva, nekünk van egy 13-90-esünk középen. És már fel is fedezett nekünk egy VK-45-02-t, ami egy nagyon jó kis puha célpont. Ezzel az ágyúval nagyon-nagyon könnyű kilőni. Amit még érdemes talán észrevenni az, hogy túl sok prémium lőszerem van, ami később majd kellemetlen lesz. Ott egy borszik nagyon-nagyon rossz helyzetben. Hogyha ott valakit észrevesznek, kapott egyet tőlem, kapott egyet az RT-tól, vissza akarok lőni egyet ugyanarra a pozícióra, de azt nem látom, hogy menekül, és hát abban a pozícióban nem lehet menekülni, ez az igazság. Tehát nagyon-nagyon sok hitet hoztam, mert amikor először megvettem ezt a tankot, akkor a jó öreg tier 9-es közepes tank szindrómával küzdöttem, vagyis azt gondoltam, hogy egy elég gyenge ágyúval fogok itt lövöldözni, ezért betároztam egy csomó hitlőszert, ami teljesen felesleges ezzel a tankkal, mert a 260 az átütésünk, ha jól emlékszem, ez gyorsan le is csekkoljuk. Ami, mivel APC-ért lövünk, tehát ez magyarul rettetesen hangzik, tehát gyakorlatilag a normál prémium lőszert lövünk, ami egy csomó tanknak a prémiuma. Ennek megvan az a nagy hátránya, hogy bár az átütése nagyon magas, de nagy távolságban ez erősen lecsökken. Na most, a másik nagyon fontos dolog, amit itt csinálok az, hogyha megfigyelitek, gyorsan állítsuk meg egy pillanatra, és nézzük meg a helyzetet. Tehát volt két tankunk fent a dombon, ez már eleve nagyon kevés volt, és szinte minden tankunk itt van a másik oldalon. Ez az egy srác itt 34 HP-n van, szinte garantáltan meg fog halni, tehát hogyha ott maradok, akkor ezek elkezdenek itt legurulni, belövök egyet-kettőt, és utána észrevesznek és meg fog halni. Tehát ahelyett, hogy ezt tenném, szépen elfutok ebbe az irányba, és próbálom tartani a távolságot köztem, meg köztük, aztán szépen lövöldözök rájuk, és megpróbálom őket minden jobban lesebezni, miközben jönnek közelebb a kepünkhöz. Ez a cél. Az egyik legfontosabb dolog, hogyha jól akartok játszani, vagy sokat akartok sebezni, az, hogy ne ragadjatok le egy bizonyos pozícióban, és állandóan figyeljétek, hogy mi zajlik a pályán, ha azt látjátok, hogy menekülni kell, akkor meneküljetek, mert szégyen a futás, de hasznos. És szerintem igazából nem is szégyen, mert hogy pontosan az a szégyen, hogyha nem veszitek észre azt, hogy éppen most futni kell. Szóval szépen felveszek egy olyan pozíciót a domb mögött, ahol azért el tudok bújni, hogyha nagyon muszáj. És próbálok mindenre lőni, ami mozog. Ez egy elég szerencsétlen lövés volt. Természetes láncát leszettük, ami tök jó lenne, mert kaphatnánk egy kis assistance sebzést, de mivel senki nem lövi, ezért ez nem történik meg. Pontosan ez volt az oka annak, amiért felálltam ezzel a tankkal, mert hogy ezen az oldalon semmi nincs egyszerűen. Nincsenek TD-k, amik sebezhetik azokat a dolgokat, amiket mi megállítunk. Az E50-re lövök, mert az IS-7-es garantáltan nem lőttem volna be. Közben már észrevettek, úgyhogy itt az ideje, hogy még egy kicsit távolabb menjek, még biztonságosabb pozícióba. Semmiképp nem szeretném, hogy valami lőjön rám esetleg a dombról, mondjuk valami Laffan Trigger vagy valami hasonló. És ott egy lőve. Ó, de jó ég az a lőve. Tökéletes célpont nekünk. Szépen visszamegyek. A hátrafele nem olyan jó az ágyus ügyedésem. Különben ennek a tanknak nagyon jó az ágyus ügyedése. Szerintem minden jó ebben a tankban egyébként, csak páncélja nincs. Közben 5-5 az állás. A másik oldalon megyünk előre. Ó, ez egy tökéletes kis oldal az IS-7-esnek. Picit rettegtem, hogy lepattanok róla, mert hogy az IS-7-esről jól le lehet battogni, akár még oldalról is. Kikapcsoltunk egy nagyon fontos tankot, és most megint egy kicsit hátrébb megyek, újabb pozícióba. Folyamatosan használjátok ki, hogyha ha mobilag vagytok, ha mozgékonyak vagytok, akkor mozogjatok is egy tankkal. 34-es.
Nagyon szeretem oda leláncolni, helyett szépen belelövök a földbe. Hát nem éppen az ideális kimenetele volt a dolognak. Na most, másik nagyon fontos dolog, hogy az NFL-nek van egy nagyon nagy ártéja. És azért mozgok össze-vissza, mert abszolút arra számítottam, hogy amint itt fel vagyok fedezve, garantáltan ide fog lőni. Szóval, tök jó meg lehetne állni itt és lövöldözni. És nagyon sokszor azért csinálok én kapáslövéseket, mert állhatnék még ott egy másodpercig, és egy kicsit jobban becélozhatnám, és akkor minden szép lenne és jó. Csak attól félek, hogy az RTL fog találni. És azért megyek bele az ilyen lövésekbe is, mert inkább lövök és utána mozgok, mint hogy eltaláljon az RTL. De van, rettegek tőle egy kicsit. 6-6 az állás, hogyha most én meghalok, akkor annak nagyon rossz következményei lesznek a meccs végeredményére nézve. Ez kidugta, nagyon jó. És már ide is durrantott az RTL, ami nekem nagyon-nagyon jó jele annak, hogy hamarosan ne kéne húzni, úgyhogy gondolom megpróbálom még egyszer, mert így most biztonságban vagyok. És ez egy nagy hiba volt. Mert úgy gondoltam, hogy a másik srácot ki kéne kapcsolnom egy lövéssel, csak azt nem gondoltam, hogy csak a torja látszik. Ezt meg persze nem tudom beütni, mert T-34-es. Úgyhogy most már betöltött az RTL, itt az ideje, hogy elhúzzunk innen. Nem tudom, észrevettétek, hogy ez a tank hatalmas körben fordul valamiért, nem tudom, hogy ez miért van, de igaz, hogy nagyon mozgékony, ez az egyik hátránya. Úgy gondolom, hogy most megpróbálok kicsit másik szögből lövöldözni, onnan nem számítanak rám. Mert abból a szögből sok mindent nem tudok tenni. Kinézek itt, ott egy szikta sajnos, de semmi gond, mert van ott egy nyílás a kettő között. Az egyik T-34-es meghalt. És a másikat sikerül oldalba lőnöm. Na most itt én egy E50-es, amit én kikapcsolom, egyébként már csak két darab normál lőszerem van, mármint egy APCR. És egy kapás lövéssel lepatanok az valószínűleg a felső lemezéről, bár az alsót szeretem volna lőni, és utána most az AMX-1375-ös is itt van, ami egy kellemetlen helyzet. Az E50-es kijön, kap egyet az órára, és na most aztán le fog rohanni engem a 1375-ös, és ez egy elég kellemetlen helyzet, mert hogy hittel kell lőnöm egy 1375-ösre, és nem elég, ráadásul még elhibázom. Mert ez a kis alattom most nagyon gyors. Ez elég idegesítő egy szituáció. Kikapcsolom az E50-es, kapok érte egyet cserébe, ami viszont azt jelenti, hogy most már meg tud ölni a 1375, kapok két lövést, egy lepattan, oldalba lövöm, kapok még egyet, 47 HP-n vagyok, és mivel a srácom igazán fordul rám, ezért arra következtetek, hogy valószínűleg kifagyott. És lepattanok róla hittel, valószínűleg talán megett a lánca, vagy valami ilyesmi. A srác próbál elmenekülni, és vagy az utolsó lövésével elhibázott? Mindenesetre kikapcsoljuk. Pontosan 6000 sebzésben vagyok, egyébként elárulom, hogy a meccs után a srác írt nekem egy üzenetet, amiben mindenféle alattomos kódlőszer lövő szemétládának hívott. Sajnos nem volt más, ez az igazság. Ez az én hibám is különben, mert hogy igazán jó lett volna egy kicsit kevesebb hitet hozni. Meg fogom változtatni a felosztást, ez mindenképpen kell. Ezután a meccs után. És olyan sikerül kilődünk a Waffentriggert. Puff, oké, meg volt. Na most 5 killen vagyunk, tök jó lenne megölni ezt az objektet, de hát sajnos a szikla mögött áll. Elég kicsi az esélyünk. Valaki már lövi is, valószínűleg az Emil. Következő lövése mellé ment. És egy kicsit reménykedek, hogy talán kidugja az órát, talán, de egyébként nem fogja, ezt elárulhatom nektek. Valaki más fogja megölni. Így van, az elszállás végül megoldotta. Na hát, ez lett volna a meccs. Nézzünk gyorsan egy eredménytáblát. Tehát, ahogy látjátok, elég sok tankot sikerült eltalálnunk, és elég sok tankot meg is öltünk. Nincsenek különösebb medálok, de végül meg lett a tankász. És hogyha kicsit kinagyítom ezt itt magamnak, akkor láthatom, hogy összesen 7000 sebzés sikerült kiosztanunk, és több mint 1400, majdnem 1500 alap XP-t sikerült szerezni. Egy több lövésem is bement, úgyhogy nem láttuk, az egyik a Rheinmetallba, a másik pedig a lővébe valószínűleg. És ezen kívül itt lehet még látni, majdnem ide lövésem talált, bár nem ideig ment át. És egy kicsit mínuszba mentünk, de hát ez leginkább azért van, mert egy picit túl sok hit volt nálam, amit legközelebb majd ki fogok javítani. Na hát ez lett volna a tankászom az AMX-30-al, szerintem a legfontosabb tanulság, amit lehet belőle vonni, és amiért szerintem érdemes volt nézni ezt a meccset, az az, hogy nem szabad leragadni egy pozícióban. És mindig figyelni kell a minimapet, és hogyha látjátok, hogy futni kell, akkor fussatok, mert amíg életben vagytok és tudtok lőni, addig mindig hasznosak vagytok a csapatnak. Na hát, ennyi lett volna, találkozunk legközelebb, sziasztok!